Több mint 10 éve foglalkozik szakképzéssel a Büttner Kft. A szakgimnázium duális képzéseinek a gyakorlati oktatását végzik. A cégnek folyamatosan növekszik a megrendelése, így újabb és újabb munkaerőre van szükségük. Ezért döntöttek úgy, hogy bővítik a szakképzési tevékenységüket. Hogyha körülnézünk az országba, mindenütt szakember hiánnyal találkozunk. Nem az infrastruktúrális ellátottság a döntő kérdés abban, hogy kisebb-nagyobb cégek meg le tudjanak-e telepedni, vagy vállalkozást tudjanak nyitni, hanem alapvetően ahhoz, hogy egy cég működni tudjon, ahhoz jó szakemberekre van szükség. Minden fronton, speciálisan a gépiparban jó szakmunkásokra, technikusokra és mérnökökre van szükség. Az egész térségből Keszthelytől Barcsig várják a jelentkezőket, akiknek a szakgimnázium kollégiumot is biztosít. Ilyen jellegű ipari képzőközpont legközelebb Kaposváron és Nagykanizsán van. Egyébként a Büttner Kft. Előzetesen felmérte a térségben az igényeket. A nagyobb cégek mind jelezték közreműködési szándékukat. Otto technológus, műszaki terveket készít a cégnél. Itt volt a gyakorlati képzése. Idén végzett a felnőtt oktatás keretében. Ugye azért jelentkeztem erre a CNC gépkezelői tanfolyamra, hogy ugye a gyakorlatban is belállások ugye a lenti dolgozók munkájába, és ugye ez azért volt segítségemre, mert amiket én rajzolok, műszaki rajzokat, azokat láttam, hogy és így megtudtam, hogy hogyan készülnek el. Ádám az érettségi utáni 2 éves duális képzésben vett részt. Fontos, hogy gyakorlatban is el tudjuk képzelni azt, hogy mit fogunk csinálni, mivel fogunk foglalkozni. Ugye nem csak az iskolában, hanem hogy így lássuk kézzelfoghatóan, hogy mi lesz. Voltunk kint ugye a gépeken nyári gyakorlaton, akkor láttuk, hogy zajlik itt a munka, a termelés, a programozások, hogy a vasak hogy készülnek. Egyszerűen láttuk azt, hogy mi az, amit tanulunk. Tehát szakmunkás képzés, technikusi és felnőtt képzés is lesz majd az új központban. Ez a beruházás itt 310 millió forintba fog kerülni. Az alsó szinten gépek és laborok lesznek, a felső szinten pedig szintén lesznek még laborok, előadótermek és oktatótermek. Az építkezés, mint látható, már javában zajlik. Egy kétszintes 1600 négyzetméter összalapterületű gyakorlati képzőhely létesítésére irányul, amire szerencsés módon támogatást kaptunk. Az építkezés 2019. szeptemberére el kell, hogy készüljön, és ezáltal 83 tanulószerződést fogunk kötni. CNC gépkezelő, ipari gépész, villanyszerelő, gépi forgácsoló, hegesztő és mechatronikus szakmákat oktatnak majd. A tanulószerződéssel rendelkezők havi járandóságot kapnak. A jobbak pedig ezen felül ösztöndíjat is a cégtől. A szakmai oktatással kapcsolatban az igazgató felhívta a figyelmet. Szükség lenne a műszaki tanárok nagyobb megbecsülésére. A jó szakemberekre pedig egyre nagyobb az igény. Ha csak a hazai autógyártást tekintjük, a Büttner Kft. Szállít az Audinak Győrbe, részben a Mercedesnek Kecskemétre, és a Debrecenbe költöző BMW már is auditálta a céget.